Jó reggelt kívánok, sziasztok! Van-e képem, hangom, egy ötöst kérek szépen, ha minden oké. Egy ötöst, hogyha... szuper, nagyon jó. Kérdezzetek már, hogy nem zártam le tegnap a termet, úgy hagytam, és megy, nem zár le. Tehát tulajdonképpen tudjátok, hogy miért jó ez? Élő közvetítés lehet csinálni folyamatosan. Ebben a teremben van egy olyan, hogy betöltöd a videókat, aztán elindítod, és hogyha mondjuk van egy hosszabb videó, mondjuk egy 2 óra hosszás, mert föl lehet tölteni, nagyon jó, meg el is lehet indítani, sőt YouTube-ról is be lehet linkelni, akkor fogod magad, és egy ilyen repeat gombbal egy ilyen folyamatossá váló élő közvetítés lehet csinálni. Sőt, hogy 2 óra hosszánként benézel, és akkor beraksz esetleg egy másik videót. Eszméletlen jó, és a forgalmat kell generálni rá. Nem tudom, mennyire jó hír ez, akinek van ilyen terme, tudja már ezt használni. Tehát élő adást tudsz csinálni, más, mint a YouTube csatornák. Tehát kicsit olyan érdekes ez. Sőt, be is lehet jönni rögtön, hogyha valaki ott kérdez, akkor lehet ilyen élő chat, meg minden. Nagyon jó funkciót építettek be, úgyhogy imádom ezt. Na, hát akkor sziasztok, elkezdjük a mai reggelt, csak így azért mondom, mert úgy megörültem hirtelen neki, hogy kíváncsi voltam tegnap, hogyha nem zárom le, akkor így lezáródik-e magától a terem, és nem. Úgyhogy nagyon jó. Na, ma egy olyan témát hoztam nektek, ami szerintem nagyon jó téma. Olyan téma, ami tulajdonképpen mindenkit érint, mert itt nagyon sokan elkövetik a hibát. Én is elkövettem annak idején. És egy kérdéssel kezdem. Amikor becsatlakoztál az üzletbe, és most engedjétek meg, hogy kicsit elfogult legyek, a Kairos alapján mutatom be, de hogyha te most más hálózatból vagy itt, ugyanígy, ugyanezekkel a dolgokkal fogod szembe találni magad, tehát tudják konvertálni, bármilyen üzletre rá lehet ezt tenni. Szóval beléptél a Kairosba. Közben megkérdezem, ki az, aki benn van most a Kairosba. Tudjátok, egy ilyen kis programot kell letelepíteni, aztán úgy termel pénzt. Túlságosan jó az ajánlat, de termeli a pénzt, nem? Ki az, aki ma, vagy tegnap kapott már fizetést, vagy tegnap előtt? Tudjátok, úgy kinyitod reggel a webirodát, bemész, és akkor ott van a tegnapi jutalék, meg tudod nézni. Ugye, ez olyan érdekes dolog, ki volt ma benne a webirodában megnézni, hogy benn van-e már a jutalék. Jelentem, nekem minden irodámban benn van, nekem 3 aranyirodám van. Aztán úgy szépen úgy el vagyunk belőle. Csak mondom nektek, hogy szóval beléptek, majdnem elfogult lettem megint, és így, tudjátok, hogy elkezdtem volna beszélni a Kairosról, de most ma nem igazán erről akarok beszélni, hanem hogy ki az, aki nem csak mondjuk letelepít egy programot, hanem észrevette, hogy a hálózatépítő része, tehát amikor ajánlod valakinek, az a része az kicsit olyan izgalmas, tudod, úgy beléptetsz egy standard csomaggal valakit, és akkor kapsz 19 dollárt, majdnem 20 dollárt. Ki az, aki számára úgy érdekessé vált az, hogy az olyan jó, hogy platinát behozok, egy 416 dollár leugrik, azonnal, tehát másnap már ott van az irodákban, 2 hét múlva ki is veheted, mert van 2 hét karantén, az minden network marketingben így van, aki interneten dolgozik. Tehát ki az, aki, írjatok be egy 10-est, hogy basszus, ez kurva jó. Tehát ezt ajánlani kell az embereknek, és tudod, hogy elkezded ajánlani mindenkinek. És akkor jönnek azok a támadások, hogy tudod, úgy van 15 darab ilyen standard kérdés, hogy pilóta játék, meg biztos belenyúlnak a programodba, meg elveszik az anyósnak a fotóját, szóval ilyen hülyeségek, meg biztos pornó oldalakat tárol a Kairos. Tehát ilyen, na tudod, így találkoztam már ilyen dolgokkal, hogy ne találkoztál volna. Tehát ajánlanád az embereknek, és ott lesz egy gát. Ki az, aki így gondolja, nyugodtan egy 10-est írjatok be, mert ugye ma erről akarok beszélni, hogy hogyan tudod legyőzni ezt az egészet, és van egy titok ebbe. Van egy titok, ami ha rájössz, akkor így jókat mosolyogsz, mert ez egy energia, amit feléd irányítanak ilyenkor. Írd fel magadnak most, hogyha benne vagy a Kairosban, egyébként bármilyen üzletben, hogy túl jó az ajánlatod. Na most őszintén, hogy letelepül egy program,
termeli a pénzt, ha ajánlod valakinek, akkor még pénzt is kapsz, rögtön pilóta játék, tudod, ugye, túl jó az ajánlat. Én elmondom nektek, hogy amikor annak idején a Herbalife-ban voltam, és átéltem ezt a dolgot, amikor ugye elkezdtem, én mosolyogtam ezen, hogy hát tényleg így napi két étkezést kihelyettesítve le lehet fogyni. Á, hagyjuk már ezt a paprikás csirke meg a pacal hazájában. Ezek a pittyegések, hogyha zavarnak benneteket, kikapcsolom, de ez mindig egy, vagy egy regisztráció, vagy egy üzenet, hogy szeretnének valamit tőlem, tehát így ezzel kapcsolatban. Tehát, hogyha valakit zavar, akkor szóljon, mert lelövöm, csak így bekapcsoltam egy laptopot, mert ott is fut egy ilyen program. Szóval, túl jók az ajánlatok, és itt azt kell megtanulni, hogy ezek az ajánlatok, amik nekünk vannak, ezek nem mindenkinek szólnak. El tudjátok azt képzelni? Ha nem, akkor próbálgassátok így mindenkinek ajánlani. Elmondom neked, 100 emberből körülbelül 80 fog elhajtani a francba. Ki az, aki egyetért velem ebben, hogy hát lehet, hogy a Kairosznál kicsit jobb az arány, de más cégeknél azért, hogy lehet, hogy nem. Ugyanígy voltam, hangsúlyozom a Herbalife, hogy ajánlottam az embereknek a fogyásra, és akkor egy komplet idiótának néztek, hogy a pacal hazájában majd ilyen porokat, meg bogyókat ajánlok. De ugyanígy lehet te, hogyha mondjuk benne vagy a híres Jeunesse-be például, hogy tudod, hogy bekened így egy ilyen szemránckrémmel az arcodat, és akkor egy 4 perc alatt ez így kifeszítés volt, nincs. Úgy 20 évet fogja fiatalodsz. Ez túlságosan jó az ajánlat, és hát persze ott vannak különböző árak, ott is én meg kell fizetni a szépséget, de ugyanígy az MV-nél is, hogy most nem mindegy, hogy milyen mosószerrel mosok. Hát kimosom, jó van, anyám is kimosta valamikor kézzel, jó volt az úgy is, de lehet, hogy akkor, ha kimosod egy MV-nél, akkor nem fogsz viszketni, meg lehet, hogy a gyereked megeszi véletlenül, akkor nem lesz neki semmi baja, meg tudod, ilyen csomó dolgok, de hangsúlyozom, hogy mindennél ez így van. Na most, azt mondja Dave, aki ugye tanít bennünket, hogy figyeljetek ide, nem kell mindenkinek kommunikálni. Ha mindenkinek kommunikálsz, írd ide egyenlő, mindenkinek kommunikálsz, ha senkinek nem kommunikálsz. És ez egy akkora aranyszabály, hogy ha valaki erre rájön, akkor egyszerűen nagyon át kell konvertálni, réspiacnak kell kommunikálni. Ki az, aki tudja közületek, hogy mi ez a réspiac? Réspiac. Tudjátok, nem ilyen 18 karikás dolgokról gondolok, mert az is ugye réspiacnak kommunikál, hanem tudod, amikor te mondjuk le akarsz fogyasztani valakit, akkor kifejezetten duci emberekhez kommunikálsz. Ha te mondjuk egy jó eredményt akarsz elérni, mondjuk energetizálókkal foglalkozol, akkor a sportolók a teréspiacod. Akkor nem biztos, hogy mit tudom én, tehát egy másik, mondjuk az asztalosok. Bár azoknak is kell energetizáló, de mégis egy sportoló, az nem biztos, hogy kávét fogja használni, hanem inkább valamilyen sportitalt, amiről jól tud dolgozni, mondjuk egy izotóniás italokra gondolok. Tehát így tudnod kell, hogy kinek kommunikálsz. Na most a Kairoszra rávetítve mondhatnád azt, hogy most mindenkinek, nem, mert mindenkinek szüksége van a pénzre. Igen, szüksége van a pénzre, de vannak emberek, akiknek tehát a maga network marketing, meg az MLM a különböző hülye kommunikációk miatt egy ilyen teljesen idegen valami, és ahelyett, hogy jó dolognak tartanák, de pont az ellenkező. Ki az, aki tapasztalta már közületek, hogy rengeteg olyan emberrel találkoztok, akik magát az MLM-et így lehúzzák, hogy á, figyelj, ez darabig fog menni, aztán nem fog utána, meg összedől úgy is, meg tudod, így folyamatosan így lehúznak téged. És most azért mondom, hogy tudd, hogy hol vagy, és hogy tudd, hogy milyen erős tábora van a network marketingnek. A becsületes úton meggazdagodó embereknek a 99%-át, ezt lehet így mondani, network marketingben lévő emberek adják. El tudjátok ezt hinni? Úgy egy tízest adjatok nekem, hogy a 99%-a a network marketingben dolgozik. A maradék
az tehát ingatlan befektetésekbe, mint a Donald Trump, vagy politika, tehát ilyenben van benne. Hangsúlyozom, becsületes úton. Akkor lehet, hogy politikát nem kellene beletenni, nem megyünk ebbe bele. Ezek a színészek, akkor így mondom, azok az emberek, akik írók, zenészek, ugye Phil Collins, meg a Sting, meg ezek, de megdöbbentő az, hogy a networkerek megelőzik a színészeket, képzeljétek el, megelőzik a Tom Cruise-t, ezeket a nagy, a Brad Pitt, ezeket. És ezek van ugyanolyan átlag emberek, képzeljétek el, mint én, vagy te ott a kamera túloldalán, valamikor valamilyen nagy problémába küzdöttek, és rájöttek arra az igazságra, amit egyébként egy Randy Gage videóban most meghallgathattuk, ezt épp kiposztoltam valamelyik nap, hogy te, ha munkahelyeden dolgozol most, bármilyen munkahelyen dolgozol valakinek, akkor esélyed sincs arra, hogy kitörjél. Esélyed sincs. Bármilyen jó munkahelyen vagy, valakinek, ha dolgozol, amíg nem vagy saját főnököd, addig esélyed nincs. Láttatok el a Cég című filmet Tom Cruise-tól? A Cég című filmet. Ki az, aki látta? Ebben pontosan megmutatja a Tom Cruise, persze egy árnyalatan, hogy milyen lehetősége van annak, aki elmegy egy ilyen multi céghez, életét, vérét adja egy ilyen céghez, aztán kiderül, hogy oké, adunk neked lakást, kocsit, házat, mindent, de kérjünk mindent érte, mindent. Még a feleségedet is, ugye ebbe a filmbe jól mutatja Tom Cruise ezt. Ki az, aki látta közületek? Érdemes megnézni, elég jó alkotása a Tom Cruise-nak ez a filmje. Na most visszakanyarodva természetesen, hogy beléptél a Kairosba, ott van nálad egy jó ajánlat, és ezt valahogy el kell juttatni az emberekhez. Ki az, aki szeretné, hogy minden nap legyen regisztrációja? Legalább minden nap, vagy a csapatába úgy naponta beugorjanak regisztrációk. Na most ki az, aki úgy szeretné, hogy igazán ne kelljen fölhívni senkit? Ugye, ki az, aki szeret telefonálgatni? Az esetek 95%-ával a networkerek közül gyűlölik a telefonálást. Azért gyűlölik, mert ez egy negatív érzés. Én se szeretek telefonálni. Egy, költséges. Jó, hát vannak már olyan tarifák, hogy ingyen telefonálhatsz, de hóvégén kifizeted a 10.000 forintot a Vodafone-nak, nem? Tehát nem ingyenes, az csak, hogy jó, el van ez az egész adva. Nem szeretnek az emberek telefonálni. Ki az, aki egyetért velem abban, és esetleg te is benne vagy ebben a táborban, hogy én nem akarok embereket hívogatni. Lerótom vagy, fölhívom, aztán, jó, figyú, most nem alkalmas, tudod, meg majd kihívják később, tudod, majd most megyek a gyerekért. Hát most képzeld el, hogy csak gondolj bele józan parasztinésszel, hogy változik a világ, de ezt egy egész másfél órás videójába kifejti, hogy mennyire változik az, hogy régen fölvették az emberek a telefont, most még nem veszik föl. Tehát teljesen más. Küldjél neki üzenetet, majd visszahív, mert nem abban a tudatállapotban van. Mindenki benne van most valamiben. Úgy képzeljétek el, hogy bárkit, bármilyen ismerősödet, gyerekedet, anyukát, anyóst, bárki. Anyós képzeld, hogy keveri a lekvárt, érted? Most otthon, hogy a szíjó lekvár szezon, meg a balasz lekvár, keveri, közben telefonálsz. És akkor, anya, hú, most beléptem egy üzletbe, érdekel? És akkor, mi van? Legszívesebben így jó földhez vágnál a telefon, kislányom, adjál meg a baromsága. Így van, vagy nem így van, írtak be egy tízest. Most ilyen anyósra éreztem ki, de hidd el, bármelyik barátodra rátelefonálsz, ő benne van most valamiben. Tehát vagy egy jó üzletben van benne, ami dübörög, vagy egy olyan üzletben van, ami nem dübörög, de szeretné, hogy dübörögjön, és te most ráírsz, és hirtelen nem tudja, hogy mi van. Abban a listában, ami neked van mondjuk a telefonodban, max. 1-2, max. 3 olyan ember van, akit esetleg hirtelen érdekelne az a dolog, amit téged most megfogott, csak az a probléma, hangsúlyozom, hogy nem abban a tudatállapotban van. Ki az, aki közületek az elmúlt héten kapott valamilyen megkeresést? Én nyújtsa fel a kezét, bár inkább írjatok be egy tízest, hogy akármilyen úton, módon kaptatok-e valamilyen megkeresést? Kaptatok-e? Hogyha kaptál ilyen megkeresést, nézd meg, hogy téged hogy érintett ez.
így rögtön így rámozdult rá. Ki az, aki nem mozdult rá? Sőt, egyenesen ez a sündisznó hatás, hogy nem, tudod, így nem. Lehet, hogy jó volt az az ajánlat, de nem. Azért, mert nem volt meg ez az összhang. Ezért. Na most, hogyha ez ennyire macerás, akkor mi a francnak erőtessük, nem? Tehát ki az, aki egyetért velem, hogy nem, ez már nem működik. Régen lehet, hogy működött, már most nem. Vagy hogyha most képzeld el, hogy abból a 100 névből mondjuk, hogy hirtelen így rácuppan valaki, akkor ott meg kell győzni valamire, hogy hát figyelj, egy jó bizniszről van szó, gyere el, ez a szó maga gyere el, már ez borzadály. Tehát úgy meg kell marketingelni ezt a gyere el-t, hogy vagy meghívod egy vacsorára, vagy egy ebédre, mi a Herbalife-nál ezt csináltuk ezek a shake partikkal, tehát valami vonzást kell oda tenni, de most őszintén Kairosban mit mondasz? Hát jó, meghívhatod vacsorára, gyere már elmünk vacsizni egyet, és akkor közben majd tudod így burkoltan, hogy valahogy üzleti ajánlatot teszel, nem? Megteheted ezt. Azok, akik az egy az egybeni tárgyalást szeretik, azok csinálnak ilyen üzleti vacsorákat, de figyeljetek ide, ez megint pénzbe kerül. Ugye te hívtad el, hát mert egy kávé mennyibe kerül? Hát ugye, ha te meghívsz egy kávéra valakit, akkor ő neki is te fizeted, meg magadnak is fizetsz egyet, nem? Vagy hogy néz ki, hogy ő neki fizette, meg úgy nem. Tehát tudod úgy, mert nem teheted meg, vagy hogy van ez? 1000 forinton alul nem úszod meg. Most csinálsz 20-30 ilyen tárgyalást, az 30 rugó. Ki az, aki tudja, hogy miről beszélek? Tudod, Lurdi házban hányszor voltál már, így gyere el, és tudod, tehát már azt az embert, aki már fölvette a telefont, kicsit előmarketingelted, elhívtad, és akkor ott valamit le kell nyomni a torkán. Véletlenül megjelenik a szponzor, mert ugye elköveted azt a őrületes dolgot, hogy hármas találkozót szervezel. Na erről is tudnék mesélni. Tehát valamikor nagyon jó ment ez. Sőt, mi tréningeket tartottunk, akik régebben velem vannak, tudják, hármas konferencia tréninget, hogy kell azt, mit kell mondani, stb. Gyerekek, nem működik már. Vagy ha működik is, hát egy komplet szívás. Mert ez egy ilyen telemarketingesnek képzeled magad, nem? Tehát ki az, aki őszintén, hogy azért jöttetek ide, hogy itt telemarketingeseket neveljünk belőle, te tudod, egy műszertelefonot van, és főhívod ezt, ez, az a bezari listámon van, azt mondta, hogy ponzor, az fő kell hívni. Megütöd, és akkor nagy nehezen tudod, hogy eljön, mert valamikor így hiteles voltál, és akkor tudod, hogy meghívod egy találkozóra, vagy offline, a Lurdi házba, vagy valahova tudod, vagy kávézóba, vagy magadhoz, bár ez már nagyon ritka, vagy ott van a Skype, mondjuk, hogy na, offline technika, online csináljuk, és tudod, mikor megjelenik a szponzor, tehát figyelj, véletlenül erre járt a szponzor, így a Skype-on, úgy arra repült, és akkor véletlenül most, ja, itt van épp, és akkor behozzuk. Ki az, aki már járt így, hogy vagy így szenvedő alanya volt ennek, vagy te próbáltad ezt a hármast összehozni. Nézd meg a számaidat, de így tényleg így őszintén, nézd meg a számaidat. Mondjuk 10 ilyen elkövetett őrületből mennyi volt a regisztráció? Hangsúlyozom, nem volt előkészítve. Ha elő volt készítve, akkor is annyi meló van benne, higgyétek el, hogy mikor már azt mondják, hogy oké, beregisztrálok, nincs meg az a sikerélményed. Tehát megvan, de nem az, amikor ez egy élő dolog, tegnap az egyik munkatársunk, ezt látni fogjátok a videón majd, bemegyek a mi közös chat falunkra, most nagy az olimpiai láz, de megkeresem, ez az a hármas stratégiai chat fal. Itt mindig mindenféle trükköt beteszünk, és itt beírt nekünk a Bánfi Reni egy nagyon érdekes cuccot így hirtelen. Ez az. Ki az, aki ismeri a Bánfi Renit, az írjon egy 5-öst vagy egy 10-est. Következőt írta a Reni, videón látni fogjátok. Azt mondja, fú gyerekek, ezt most kaptam Szerbiából. Valóban engem a Kairos hálózat fogott meg, és egy Kassa Tamás videóajánlás útján jutottam el az ön nevéhez. Amikor szponzort választok, általában hallgatok az első megérzésre. Volna több kérdésem, ezért akartam személyesen találkozni. Szerencsére az úr tud magyarul, hogy odaírt a Reni,
És akkor utána lehet lenni, hogy köszi Vili, minden úgy van, ahogy mondtad. Ki az, aki szeretne egy ilyen megkeresést? Nem egyszerűbb ez, hogy úgy ráírnak, mint most a Reni kapott egy ilyen megkeresést, és akkor akar vele találkozni. Ő akar vele találkozni. És akkor szerintetek hogy fog ez menni, hogy hatalmas nagy izgulás lesz, hogy el tudom képzelni, hogy a Reni fölöltözik köröncipő, meg tudod, hogy kell, hogy ismeritek, hogy elmegy a találkozóra, és ott rágja előtte a körmét, hogy jaj, most mi lesz, most mit fogok én mondani ennek az embernek? Hanem tudod, hogy belibeg, leülnek, kellemes a hangulat, és akkor majd az úriemberünk elmondja, hogy mit szeretne, de már tulajdonképpen ő csak egy kis meggyőzésre vár, vagy egy megerősítésre, vagy lehet, hogy arra se, csak mit tudom én, és regisztráció. Ki az, akinek ez a szimpatikusa, vagy még mindig azt hiszed, hogy így hármasozni kell, meg így egy az egyben tárgyalgatni, és akkor úgy mész előre, mint a bulldog, tudod, mondja a szponzorod, hogy figyelj, nézzük meg az autót kerekét, az nincs úgy elkopva, akkor te még nem vagy benne a hálózatban. Vagy van egy ilyen, amit én herautom, hogy szponzi mondja neked, hogy tudod, ezer nem, figyelj, ezer nem is, túl vagy rajta, akkor sikeres vagy. Menj a francba, én úgy tudom mondani, most ezer nemet így strigolázzak. Volt, aki följött engem, azt Vili, már megvan a századik nemem, így. Mi van? Normális vagy? Száz igenről beszélj, mert száz nem, gyűjtöd a nemeket is. Tudod, amikor meg lesz az ezer nem, akkor mi lesz? Egy igen se. Ez nem így működik. Mondta egyszer Tonka Mia, hogy még annak idején, hogy sok-sok varangyos békát kell az végig csókolgatni, hogy egy királylány ki kelljen belőle. Hát én azt mondom, hogy üzenem így emlélek, hogy én nem csókolgatok varangyos békákat, én a királylányokat bevonzom, vagy a királyfikat bevonzom. Azért, mert nem vagyok hajlandó csókolgatni a varangyos békákat. Lá, ki az, aki szereti ezt csinálni? Tudjátok, mire gondolok? Egy tízes tagjatok már, aki érzi ennek a súlyát. Most lehet, hogy ilyen nevetségesnek tűnik ez. De basszus, minek csókogattok akkor varangyos békákat? Nem? De, mondaná Besenyő Pista bácsink. Szóval az a helyzet, hogy réspiac. De mielőtt még elmondanám, van egy véleményem. Tehát kaptam egy ilyen kritikát a hármas stratégiáról, egy olyan embertől, aki magas vezérezredesi szinten van valamilyen nagy cégnél, most meg nem mondom melyiknél, és mondta, hogy figyú, ti most merre mentek? Ez olyan nagyon nem jó irány, amit ti csináltok, így mondja nekem. Mondom, mert miért? Hát figyú, ti rábírsz embereket arra, hogy különböző hálózatokat csináljanak, és akkor ne fókuszáljanak egyre. Mondom, nem tudom, kitől hallottad ezt, mert ezért nem így van. Hát dehogy nem, hát beléptettek a rendszeretekbe embereket, ott több hálózatot úgy csináljanak így, és akkor mindenhol, de elveszik szegény, hogy nem egyre koncentrál. Mondom, barátom, te fordítva visszalóval, elmondom, akkor ti mit csináltok. Arra veszitek rá az embereket, hogy fölhívják a telefonotokból, vagy az okostelefonból az összes ismerőst, és akkor nagy nehezen, míg végigmentek ezen a névlistán, mindenki meg fogja utálni a szponzoráltatokat, nagy nehezen lesz három olyan, aki még nem utál ezért, és sikeresen megutáltatod vele még azokat is. Úgy értitek? Nézd, barátom, hogy erre nem tudod mit mondani. Nem egészen így van, ezt tudod, mi így csináljuk. És mondom, nézd meg a hálózatodat, ez másolható. Ott ül mindenki a telefon mellett, és hogy így sikeresen, így telemarketereket, így neveltek, ez így, tényleg így gondolod, ez így működik? Hát, mondom, nagyon egyszerű ez, jaj, valakit fölhívok. Az okos telefon, nem tudom, nálatok is ilyen, mert nálam egy élő izét csinál néha. Most például lefényképeztem a klaviatúrámat szerencsésen, na oké. Szóval, itt vagytok egy tízes tagjatok mellett. Jó, elszórakoztattam itt a népet, de lehet, hogy nem is hallottok. De nem baj, a videó meg fog várni. Szóval. Tehát azt mondja nekem a telemark, vagy a, én úgy hívom ezeket a nagy vezérezetes szponzorokat, a telemarketinges nevelő emberek, mert tényleg azt csinálják. Mert tudod, az a probléma, én is csináltam, hogy
a te szponzorod, hogyha mondjuk benne vagy egy nagy hálózatban, és nem ő bántani akarom, de tudod, mit csinál? Ő nem nagyon léptet be embereket, hanem rászáll emberekre, akik legalább olyan 3-4 embert valahogy össze tudnak varázsolni, nagy nehezen beléptet közös erővel hozzád, és rászáll egy másik emberre, és így száldogálnak ezek a szponzorok. Hangsúlyozom, én is így csináltam. Nagy sikert érsz el, kiég az egész hálózatot. Erre akarod ránevelni az embereidet? Őszintén. Te ki az, aki nem szeretné ezt? Egy herótja, ha nem akarom ezt. Kiből egy szó szerinti hányinger érzet van, hogy én nem akarok telefonálni, nem akarom megtanítani az embereimet arra, hogy ők is telefonálgassanak, hát akkor mi a jó, hogy egy csináljunk. Meg kell tanulni a három stratégia módszerét. A hármas stratégia módszere, ez egy konvertált módszer. Egy olyan konvertált módszer, amit internet milliómosok tudását konvertáltuk át a magyar piacra. Hogy értsétek, miről van szó. Most visszamegyek egy picit az őskorba. Két olyan ember, aki ugyanazzal a problémával küszködött, mint te a kamera túloldalán. Két olyan ember, aki nem akart már telefonálni, aki kiégett, aki elkoptatta az autója kerekét, aki telematricázta az autóját, aztán rájött arra, hogy ez nem megoldás. Nem tudom, nektek volt a telematricázva, nekem egy hatalmas, ilyen herbalány föligatok voltak az autómon. Két olyan ember, aki teljesen azt mondta, hogy nem igaz, hogy nem lehet sikeresnek lenni, mert minden adottságunk megvan hozzá, és láttak sikeres embereket, és mégse voltak sikeresek. És rájöttek arra, hogy az internet az a megoldás, ami alapján meg lehet oldani ezeket a problémákat. Tehát magyarul ki is mondtam a szót, a probléma megoldást kell nekünk, nektek megoldani, és a probléma megoldásnak van egy eszköze. És ez az eszköz most jelen pillanatban mondjuk egy pénzügyi problémának a megoldása, súgjatok, mi az? A Kairos. Vagy az MV. Vagy teljesen mindegy, milyen network marketing, amiből pénzt lehet csinálni. Most, hogyha ez így van, akkor nem érdemesebb ezeket a tudományokat megtanulni? És ugye ezek a tudományok anno az Empire Networkből jöttek, mi ezeket átnyálasztuk, megnéztük, rengeteg fordítás készült, rengeteg olyan dolog, ami alapján te most tudsz majd dolgozni, és ezért mi nem kérünk külön pénzt, tehát mi ezt így, neked így átadjuk. Az a kritérium, hogy te azt a platformot használd, amit mi használunk. És ez a hármas stratégiának ugye a közepe. Na most értem oda tulajdonképpen, hogy réspiachoz kell kommunikálni. Tehát, hogyha te offline próbálsz réspiacnak kommunikálni, honnan a jó francból tudod, hogy kinek mi a problémája? Úgy odamész a Váci utcán valaki, hogy figyú, neked van problémád? Jó, igen, tudod, elhagyott Maris. Hát, tudod, ez is probléma, de akkor inkább egy ilyen Csernus Imrét ajánlok, aki úgy, hogy a párkapcsolatokban is otthon van. Tehát nem tudod te megoldani a párkapcsolati problémát, csak akkor, ha neked is tönkrement egy párkapcsolatod, és akkor onnan tulajdonképpen te tudsz tanácsot adni, de ez nagyon sziszifuszi hosszú dolog. Majd nem sokkal kitérek arra, ma nem, de majd ilyenre, hogy lehet egy párkapcsolati tanácsadóból egy kairosos, úgymond networker, vagy bármilyen networker. Mert ez is egy réspiachoz szól, csak ez egy közvetve forgalomirányítás, de ebben most nem megyek bele, de ez is egy technika. Szóval, hogyha eljutottál odáig a gondolatig, hogy szó szerint hány ingered van attól, hogy te telemarketingesként éld az életet, és néha legyen egy kis sikered, és azt az időt, amit ezzel foglalkoznál, egy olyan virtuális internetes házikóba töltöd el, ahova problémákat oldasz meg, és a problémákat réspiacoknak oldod meg, akkor hatalmas sikert fogsz elérni. Azt garantálom. Ez egy darabig biztos nem fog változni. Ami változni fog, az csak a kommunikáció, a forgalom irányításnak a mikéntje, gyorsabb lesz egyébként, de ha most megtanulod, hogy hogy kell réspiachoz kommunikálni, akkor nyert ügyed van.
Még csak egy mondat, és tényleg ebben nem akarok vele foglalkozni, hogy főleg azok fognak lebeszélni téged arról, hogy használd az internetet, és azon belül a hármas stratégiát, akik nem vették a fáradtságot, hogy ezt egyáltalán kicsit fölülről megnézzék, és azok, akik sikeresek offline nagyon. Tehát őnekik tényleg nem való ez, de teszem fel a kérdést, hogy te sikeres vagy offline? Ilyen dübörögő üzleted van offline? Mert akkor nem neked való egyelőre, de egy idő után észre fogod venni, hogy ez nem másolható. Nem lehet mindenki olyan karizmatikus egyéniség, mint a Berkics Miki. Nem lehet mindenki olyan karizmatikus, mint a mi Horváth Gyulánk. Nem lehet mindenki olyan jó előadó, mint mit tudom én, a dr. Nagy Sándor a Herbalájban. Nem lehet, egyszerűen nem. Ezt meg kell tanulni. Nekem, elmondom nektek, jó 10 évbe került, hogy egyszerűen kimertem állni emberek elé, és elmondom nektek, hogy még mindig dobog a szívem, hogyha ki kell állni sok ember elé, mert leblokkol a beszédközpontom, és egyszerűen nem bírok beszélni. Van egy ilyen szörnyű dolog nálam, tehát nem másolható magyarul. Ki az, aki egyetért velem abban, hogy a szónokok nevelése az nagyon nehezen másolható? Ki az, aki őszintén bemeri vallani, hogy hát igen, biztos meg lehet, de hogy én kiálljak, hát azért az nem tudom, hogy nem akarok, tudod. Honnan tudom ezt? Úgyhogy megpróbáltam másolzatni ezt. Sőt, ugye a blogokba kell videóba beszélni. És itt is már akkora gát van, pedig tényleg akkor úgy beszélsz, hogy senki nem figyel, le is törölheted, hogyha nem tetszik neked. És mégis milyen nehéz először egy videót csinálni, nem? Ki az, aki egyetért velem abban, hogy hát basszus, azért ezt meg kell tanulni. Tehát úgy mondott te, Vili, hogy ez mennyire lazán, de mikor ott vagyok, akkor hát az egy kicsit nehéz. Na, tehát valljuk be őszintén, nem egyszerű. Hogy lehet ezt áthidalni? Gyakorlással. De ezt nem tudod megcsinálni offline. Tehát úgy tudod megcsinálni offline, hogy én is, hogy állandóan jártam képzésekre, és ugye fölkértek, hogy legyek, mit tudom én, ilyen prezentőr, vagy valamiről beszéljek, vagy legyek egész napos műsorvezető. Tudjátok, mennyi pénz, idő, energia elment erre? Ki az, aki látott már engem Herbalife ügyibe esetleg előadni, vagy bárhol máshol? Ez pénzbe kerül, gyerekek. El kell menni, bemenni a szállodába, ott aludni. És akkor tudjátok, hányszor jöttem le úgy a színpadra, hogy basszus, annyira béna voltam, és nem volt sikerélményem, és el kellett telni egy jó 2 évnek, megmondom őszintén, amikor úgy azt mondtam, hogy hú, ez most jó volt. De hangsúlyozom, ott több 100 000 forint elment erre. Ezzel szemben te most otthon vagy, kiválasztod a réspiacot, amiről mindjárt beszélni fogok, pontosan, ez nagyon fontos, de előtte muszáj ezeket elmondani, rá akarlak hangolni arra, hogy réspiacra hogyan kell kommunikálni, és elkezded a gyakorlást a videó készítésbe, ami ugye egy csúsztatott információ a virtuális házikódba. Jut eszembe, kinek van már meg a virtuális házikója, tudod, a 3-as stratégia oldal, pre-revelate, sablonnal, mindennel, és már ugye készenlétben van, vagy már abban is blogol. Ki az, aki már ezt csinálja? Ugye ez egy múlt hétre adott feladat volt, és mondtam nektek, hogy amíg leadom a 10 modót, már ugye az első modulnál már neked ugye kell blogolnod, és ugye erre tanítunk folyamatosan meg. Na most, hogyha elkezded a videózást, akkor tulajdonképpen elmondom neked, hogy hát, kb. 1 hét, és teljesen ráállsz, és átesik a dolog a túloldalra, hogy hú, de jó ez. Sőt, akik eddig írtak, azok rá fognak arra jönni, hogy sokkal több időt elvesz az írás, mint hogy fogod magad, nagy nehezen kinyitod a háttámláját, az okostelefonodra, elfordítod, de fordítsátok el, ne legyen hosszú, hanem így, és egy szélesvásznú videót így fogod is elmondod. Na most, hogy kell ezt csinálni? Erről egy picit mindjárt beszélni fogok nektek. Szóval úgy van ez az egész, hogy ha most eljutottál abba a tudatállapotba, hogy offline most egyelőre nem,
Hogyha ott vagyok, hogy lemegyek a boltba, vagy elmegyek valami üdülőhelyre, vagy valahol az emberekhez kimegyek, és ha ott van a lehetőség, azt úgyis érezni fogod, mert megkérdezik, hogy mit csinálsz, és mondja nyugodtan, hogy tulajdonképpen én semmit nem csinálok, bekapcsolom a számítógépemet, és tulajdonképpen lehet azt is mondani, hogy nyugdíjas vagyok. És akkor így ebből élek. Mert ez egy ilyen érdekes dolog, de erre is megtanítanak benneteket, hogy tárgyaljál offline, hogyha úgy nagyon akarsz. De itt az online tárgyalásnak a lényege az, hogy minden egyes nap a te virtuális házadba írsz egy bejegyzést a réspiacodnak. És erről csinálsz egy videót is. És ide ebbe, ugye elmondom neked, hogy mi legyen egy ilyen blogba, különböző módon cselekvésre szólítasz fel. Ki kell mondani, hogy regisztrálj, ki kell mondani, hogy ez lesz a te problémának a megoldása, mert én is ezt oldottam meg. Tehát erről mindjárt egy jó 20-valahány perc részletesen beszélek neked. Közben megkérdezem azt, hogy adok-e most neked értéket? Tehát rá tudtál-e már hangolódni arra, kíváncsi vagy-e, hogy hogyan kell a réspiachoz igazán komolyan kommunikálni? Egy 10-est adjatok, aki... Hát most, ha lehet, akkor lecsukom ezt a laptopot, mert nagyon zavaró, hogy állandóan csittek. Igen, most már rájöttem, mi az. Egy újabb regisztráció, most vadász barátom írta, hogy egy szilver csomagot utaltak, úgyhogy ezt kell aktiválnom reggeli meeting után. Ki az, aki szeretne egy ilyen beírást? Ezt most kaptam ebbe a pillanatban, most nem nyitom meg a Facebookot, nem állszak el, de ez így van. Ez, tehát... Ja, és üzenem Karesznak, Nagy Karcsinak, hogy elindítjuk a programot. Innen gratulálok, Karesz szilver lett ma, és még lesz, nagyon sok szilverünk lesz ma, ugye ez egy ezüst csomag, ami 36 ezer forint passzív jövedelmet hoz a szilvereknek, illetve azt hiszem a Horváth Dori Rilla is robbantásra készül, mert így írta nekem, hogy rengeteg dollárra lesz szükségem, ugye a csomagvásárlásra, úgyhogy üzenem Dori, hogy van bármennyi, csak szó, és akkor aktiváljuk a dolgokat. Ez a bármennyi, olyan jó kimondani, mint bár. Na, szóval, réspiac. Ott vagy benne a Kairosban, eldöntötted, hogy elegem van meg a hülye emberekből, akik állandóan nemet mondanak, meg mindenféle dolog, megcsinálom akkor az interneten a kommunikációmat, beregisztrálsz a platformra, ugye a Pro Revelage-be, és megkapod a videókat, amivel alapján gyorsan még tudod szerkeszteni a platformot, tehát megvan, és megkapod a Vírusblog Akadémiát, tehát jelezzetek, akik még nem kapták meg, a szponzoroknak szóljatok. Ez egy 300 dolláros ajándék tőlünk, ahol részletesen elmagyarázza a két mester, hogy hogyan kommunikálj, stratégiát, hogy építs fel. Tehát tényleg az alapoktokat meg tudjátok a Vírusblog Akadémiából tanulni, megtudod a mágikus történetek mesélését, hogyan csinálj egy jó blogot, lesz ott forgalomgenerálás, tehát egy alapműről van szó, szóval ezt gyorsan megkapjátok. Ki az, aki már ezt esetleg látta bármelyik videóját az akadémiának, ezek felülbecsületetlen értékek, és ezért nem kell most fizetned, tehát nem kell, most nem eladom ezt neked. Én azt adom el, hogy gyere ebbe a platformba, regisztrálj be, és ezzel tudod a Kairosos hálózatot, bármilyen hálózatot egyébként fölépíteni. Szóval benn vagy, megvan a virtuális házikod, és akkor becsukod a szemedet, és elgondolkozol, hogy kinek akarsz te most kommunikálni. Leírod a nagykönyvbe, hogy én nem akarok mindenkivel kommunikálni. Csak avval akarok beszélni, ezt így vizualizáld, aki ugyanazzal a problémával küszködött, mint én, mert én erre tudok adni megoldást. Most elmondom ezt még egyszer. Én azokkal az emberekkel szeretnék tárgyalni, akik elhiszik azt, amit én kommunikálok, akiknek ugyanolyan problémájuk volt, vagy hasonló legalábbis, mint nekem, tudnak velem azonosulni,
Én azoknak akarok csak kommunikálni, és akkor elkezded a kommunikálást. Mit mondasz? Mit mondasz pontosan? Hát tulajdonképpen nem mondod az észtet, nem osztod. Tehát nem az van, hogy figyelj, neked muszáj belegíteni a Kairosba, mert itt olyan csomagod lesz, hogy megoldod életed nagy, ilyen BMW-t tudsz venni, mint a nyitott vidék. Nem ez kell. Aki ezt csinál, az nagy pancse, hanem alázatosan, nagyon nagy szeretettel kell csinálni a videókat, bármennyire is furcsa, és van egy titkos tudatállapot. Ez, ami nem is titkos, csak egyszerűen rájöttünk arra, és sokan-sokan rájöttek arra, hogy ha ezzel a tudatállapottal, egy ilyen kedvességgel csinálod a videókat, nem megmondással, akkor félelmetesen nagyon-nagyon jó fog tudni konvertálni. De a félelmetes szó ez a jó értelemben. Következő, alázat. Ismeritek-e ezt a szót, hogy alázat? Tudod, amikor az alázat és a hála, ez a kettő olyan szó, amivel kell csinálni a kommunikációt a réspiacodra. Ezt úgy kell elképzelni, hogy hálásnak kell lenned arra, hogy rátaláltál arra a megoldásra, amiért te problémádra rájött. Mert hálát kell adni. Ne gondold már, hogy véletlen vagy itt. Ne gondold már, hogy pont a Kairosba vagy most benne. Azt gondolod, hogy ez úgy véletlen, hogy oda, hogy hát jó, beregisztráltam, hogy véletlen. Nem így volt. Ezt előre el van tervezve, meg van írva, ezt így lehet. Karmikus dolognak azt így lehet mondani. Tehát karmikusan vagy most benne ebbe a folyamatba. És hálát kell adni a teremtőnek, hogy megadta neked azt, hogy te egy ilyen megoldást találtál. Én minden nap úgy kelek föl, azzal az imádsággal, hogy hálás vagyok annak, hogy a Kairosz ekkora jövedelmet, ekkora vállat levesz a terhemről, hogy ekkora ajándékot ad, hogy én segíthetek az embereknek. El tudjátok képzelni, amikor én tehát amikor megjöttek az eredmények, és embereknek az arcát megláttam, hogy esélyük nem lett volna a túlélésre, és azt mondták, hogy köszönöm. De én megköszönöm a teremtőnek, hogy egyáltalán ezt a kommunikációt én most megtanulhattam, és csinálhattam is. Tehát magáról, a Kairoszról hálát kell adni. Hálát kell adni a kucserednek, hogy ezt megalkotta. Nem véletlenül csinálta ezt meg. Hálát kell adni a Kaszinyec Otokárnak, hogy megcsinálta ezt a marketing tervet. Ő is egy problémát akart megoldani. Paramira tökéletlen volt abban, hogy elér egy bizonyos szintet, és kirúgják alóla a lábat. Ugye, aki ismeri a Kaszinyec Otokárnak, a marketing igazgatónak a történetét, pontosan tudja, miről beszélek. Tehát ők is problémát oldottak meg. Hálát adok a Kaszinyecnek. Hálát adok a Dani Petinek, a Székra Zsuzsinak, akik egyáltalán elhitték az Otokárnak, és megteremtették azt a milliót, amiben most benne tudunk lubickolni. Hát adok a Horváth Gyulának, a Bergman Lacinak, aki megismertette velem. Tehát értitek, amiről beszélek? Hogy neked azt kell sugallani, hogy mennyire szerencsés volt, hogy te ezt csinálhatod. Baromira le kell szarni azokat, akik az államrablóit körülötted, mert ők nem akarják a te sikeredet, az ő sikertelenségüket akarják bebizonyítani, hogy támadnak tégedet. Nézzék körül, és megtudod, hogy miről beszélek. Ki az, aki tudja, kik azok az államrablók? Hogy néha lehet, hogy odafordulsz így reggel, azt basszus. Ah, lehet, hogy így van. Most nem akarom így feszegetni a tört a szívedbe, de előfordulhatnak ilyen dolgok is. Tehát a lényeg az, megcsináld az első videódat, egy hála videó. Nem kell abba benne lenni most marketing rendszernek, mert a hármas stratégia oldalon ott van. Kerespé számítógéppel kattints ide, ott van, nem? Most azt még egyszer oda, minek? Ott van. A bannerekben benne van. Kerespéz laptopoddal, keresméz most, páf, oda rákattint a banneredre. Nem ez kell a blogokba. Lehetnek még ilyen kis felszólító dolgok, de ott neked kell, hogy benne legyél. A te szívednek kell benne lenni. És az első az, hogy hálás legyél.
minden videódat hálával kezd, és most persze nem kell mindig elmondani, kinek vagy hálás, csak az, hogy figyú, emlékszel még arra, hogy ott ültél a Lurdi ház előtt, és azt vártad, hogy jöjjön valaki, akit meghívtál, és azt mondta, hogy igen, mondott. És ott ültél, hogy arra gondoltál, hogy most ha nem jön el, mit fog szólni a szponzor? Most bemegyek úgy, ott ül egy kávéval, és azt várja, hogy én behozzam azt a hálózat építőt, aki már megcsinálja alattunk a hálózatot, és akkor visszamész ugye egyedül, és azt mondod, hogy figyelj, szponzi, nem jött el. És a szponzi azt mondja neked, hogy jó van, semmi gond, tudod, ez így van, majd ezer nem, és akkor tudod így. És akkor belülről meg a rohadt életben, most itt voltam egész délelőtt, aztán mégse jött össze a találkozó. Tehát azt így elmondod őszintén, és elmondod, hogy most milyen jó helyzetben vagyok. Reggel fölkelek, bekapcsolom a számítógépet, megcsinálom a blogomat, közben pittyeg az Facebook, az van odaírva, hogy figyú, tudom, hogy most el leszel foglalva délelőtt, de szeretnék veled beszélni, mert be szeretnék csatlakozni hozzád, mert láttam, hogy te is ebből a problémával küzdködsz. És képzeld el, hogy erre lépsz be, vagy látsz egy posztot valakitől, vagy tőlem, hogy figyú, ez a világ legjobb üzlete, a mit tudom én hányas Matrix, és hogyha ebben most nem lépsz bele, akkor lekérs el, és fos. Ki az, aki egyetért velem? Ki akarom húzni belőled azt, hogy olyan tudatállapotban legyél, hogy a folyamatban vagy benne, és elkezded ezt a videót. Na most képzeljétek el, hogy ugye mondtam nektek, hogy sorozatokat kell csinálni. Azért kell sorozatokat csinálni, mert az emberek meglátják ezt az első videódat. Maga a réspiac fogja meglátni. Neked az a lényeg, hogy azok az emberek figyeljenek rád, akik hangsúlyozom, tudnak veled azonosulni. Most hogyan jó égbe azonosulnának veled, ha nem látszol? Hát most ezt demonstrálom nektek. Most képzeld el, hogy fogom magam, azt így letakarom ezt. Így. Beszélni fogok hozzátok ugyanúgy, de már ez is nagyon nagy mértékben megkeseríti azt a dolgot, hogy egyáltalán rám figyelj. Nem? Így fekete valami beszél hozzátok. Na most képzeld el, hogy most ez le van takarva, nem szólnék egy szót se, hanem itt próbálnék ide beírni valamit. Most figyeljetek. Nem is folytatom, mert csak az idő megy vele. Érzékeltetik a dolgot? Most bemásolhattam volna egy ilyen spam üzenetet, tehát hogyha most készültem volna erre, és lehet, hogy most így elkezdeni így olvasgatni, és nézni, mit akar ez? Van megint egy baromság, érted? De hogyha meglát egy videót, egy olyan videót, ahol arról beszél, hogy képzeljétek el, hogy nem régen még, arra nem volt pénzem, hogy megvegyek egy májkrémet. Tudod, a májkrém. Arra nem volt pénzem, hogy egy tájkaját megvegyek. Tudod, a tájkaja az a tájba gríz. Hogy úgy azt a grízt megvegyem, hogy egyáltalán túléljem a másnapot. És egyszerűen már úgy voltam, hogy gyerekek, ez az élet, elvesztettem a családot, a házat, az autómat, az egzisztenciámat. Kirúgtak a cégből. Mi a szar? Minek vagyok még? Kitagadott a család. Ha, most ez az élet. Most mi? Nem elég volt. És akkor hazamegyek ebbe a nagy búskomorságba, mert lehet, hogy a gáz nincs elzárva. Mert ugye a kajak az ott volt nálam, hogy legalább azt csináljam már életem utolsó órájaiba, amit szeretek. Nem így beleteszem a Tiszába a kajakot, majd lesz valahogy, hogy legfőbb Szegednél kifognak. Belemegyek, vittem egy kis ilyen pecabotot, és hogy fogok valami halat, így elképzeltem, de mondom, biztos megfog a halőr, hát majd lopok a Varsából, valahogy majd lesz, tudod, így ebbe a tudatállapotba. Hazamegyek,
De csak azért mentem haza, mert basszus, azért mással ne cseszek már ki. Úgy emlékeztem, hogy ugye a gáz nincs elzárva. Hogy föltöttem egy teát, így forn, és elfeltem. Basszus, most oké, hogy én szépen majd így lecsúlok a tisztán, aztán majd lesz valahogy. De mondom, azért nem robbantjuk fel a házat. Tehát azt a házat, amit éppen laktam. Tehát azt az úgy ne. És hogy tudod, hogy hazamegyek. Így. Tudjátok, aki számítógép függő, most bevallom, hogy így odaültem így. Hát mondom, ha már ott van a tej, amit tényleg föltettem, hogy forró volt még víz, beletettem az utolsó kis herbalágy port, elkavarnyáztam, kis méz, leültem, és úgy bekapcsoltam a gépet. Szóval megiszom ezt a tejet, azt akkor megyünk ki, és akkor tudod, ez a hülye tudatállapot. Totál depis voltam, tehát ezt nem akarom ecsetelni. Bekapcsolom a gépet, megvárom, még a Windows így elindul, még akkor is ebben a letargikus állapotban. És akkor úgy nyomogatom majd szét a Facebookot, és egyszer csak így látok egy olyat, hogy egy építőipari munkás, aki drogos volt, meg ilyen totál lecsúszott állapotban, 400 000 dollárt keresett 3 hónap alatt. Micsoda? Tudod, hogy rákattintottam. És emlékszem, Ács Zoli barátomnak az egyik videójával találkoztam szembe, megnéztem ezt a videót, aztán így láttam, hogy a Zoli még így nyomja a dolgokat. És magával ragadott ez az egész. Tudjátok, mi történt? Fölgyulladt a tűz benne. Mi szó szerint így, hogy... És már nem volt kedvem kimenni így ebbe az öngyilkossági állapotba, hanem ott ragadtam. És ezt a történetet mesélem már mióta. Tehát most azért mondom ezt nektek, mert hogyha egy ilyen bejegyzéssel találkozol, és tudjátok, hogy hányan vannak, akik nagyon szar tudatállapotban vannak. El tudjátok képzelni, hogy ott ülnek emberek. Már mindenük elment, már senki nem akar hozzájuk szólni, egyetlen egy barátjuk a számítógép, egyetlen egy barátnőjük az összes pornócsatorna. El tudjátok képzelni, hogy hány ilyen ember van. És egyszer csak úgy rátalál arra az oldalra, a Facebookon, vagy valahol, ahol te beszélsz. A rendigés pontosan ugyanezt mondta. Annyit nevettem ezen, ki az, aki látta ezt az új videóját neki, elmeséli Rendi, hogy amikor nézte a plafont, és ugye ott voltak az összes adóssága, tegnap elírtam, nem 500 000 dollár adósság, hanem 50 000 dollár, az is ilyen szép pénz, nem? Így nézte a plafont, és amikor tudod, már forgolodsz, már nem tudsz már mit csinálni, csak úgy mint egy zombi, úgy tudod, nézed a tévét, mert már még az megvan, meg a kanapét, hogy mondja Rendi, nézed, és hajnali 3 volt, és rákattintott egy ilyen élő adásra, és kijött egy fickó, és azt mondja, hogy te, aki ott ülsz a hajnali 3-kor, hé, te hozzád beszélek, milyen szar úgy, nem, hogy ott ülsz, és hogy keseregsz, és tud így Rendi, az én hozzám beszél, tudod, ez direkt így csinálják a profi networkerek, vagy a bloggerek. És elmondta ugyanazt a problémát a srác, ugye elvesztettél mindenedet, ott ülsz, már nincs semmi, csak a tévéd, meg a kanapéd, meg ugye a szana szétszólt popcorn, és akkor ott ülsz, és várod a csodát, ahelyett, hogy cselekednél. És akkor elkezdi a megoldást mondani. Ezt kell elérni a videóidba. Így elmondani a te történetedet, és a te történeted fogja majd oda vonzani az embereket, és elindul a lavina. De ehhez idő kell. Ez körülbelül olyan 90 nap kell, hogy megtörténjen a csoda, de a tapasztalatunk az, hogy a 60. nap környékén már ez megtörténik soknál. Van, akinek 3-4 nap is elég, mert olyan gyorsan, olyan embereket be tud vonzani. Ez mindig az ismeretségi körtől függ. Ezért kell profin ismerkedni a Facebookon, ezt mutattam nektek. Tehát magyarul a réspiacod, te magadnak a problémáid, a te réspiacod, írd föl, a te problémáidnak a megoldása ugyanolyan emberek, ez a te réspiacod. Ez a te réspiacod. Hogyha te ezt így fölfogod, és semmi más nem csinálsz, csak folyamatosan problémát mutatsz, a problémádnak a megoldása, és egy blog,
Az úgy néz ki, hogy először folyamatosan kérdezünk. Kérdésekkel, mint hogyha gondolkozna, tudod, hogy á, francba, így akarod leélni az életedet. Én is így gondolkozom, így akarom leélni az életedet. Ugye reggel így bán, csörög az óra, tudod, így bán, így csörög az óra, reggel 6-kor, ha megint föl kell kelni, elmész a munkahelyedre, és akkor tudod, így mondják neked, hogy mit csináljál, és ha megszakadsz, akkor se tudsz megfelelni, mert mindig valaki beléd köt, és akkor este úgy mész haza, hogy ilyen totálizé, és akkor leülsz a tévé elé, és akkor jönnek oda a gyerekek, apa kellene ez, kellene az, jön az asszony, figyelj, venni kéne új cipőt, jaj, el kéne menni ide, nyaralás nem lesz, és akkor te ott vagy, így, mint zombi, és nincs, hogy tovább, és akkor így akarod élni az életedet, így, te tudod, így gondolkozó ezen, tehát egy józan paraszti észre, és akkor amikor megvan a megoldás, hogy kikerekedik a világ, fú, ezt azért nem gondoltam volna. Csak azért, mert most letelepítek egy számítógépre, egy Silver Pro programot. Ezért 36 ezer forintos passzív jövedelmem van. Arra elég, hogy hirtelen fölélegezzek. Tehát ez egy nagyon nagy durranás. Ha ezt így folyamatosan nyomod, és e köré építed a blogjaidat, hogy hát igen, de tulajdonképpen nagyon jó dolog az, hogy ha valaki ugyanezt szeretné, akkor ezért is fizet a cég. De csak ugye ezt így megemlíted, hogy ez mennyire jó. És hálát adok a Kászenyátszottokának, hogy ezt a rendszert megalkottad. Tehát ide kell betenni a háládat. És nem kell hosszúnak lenni ennek. 5-10 perces videó. 5-10 perces videó. Az, hogy én most ilyen hosszú videót csinálok nektek, ez egy más kategória. Ezt nem mindenki nézi meg. Tehát te neked sokkal jobb, mert én adok neked most inspirációt, hogy elkezdjen azt a blogot, ami arról szól, hogy te hogy oldottad meg a problémádat. És mondom, a réspiac az te saját magad probléma megoldásának az emberei. Értitek ezt? Nagyon sokan vannak, akik alig várják, hogy egy Iringó nevezetű hölgy megmutassa a problémának a megoldását. Mert neki más a réspiaca. Tehát itt kairoszosok között is mindenkinek egy története van. Mindenkinek egy más története van. Tehát nem tud, ugyanaz a termék, ugyanaz az eszköz, de más oldalról látja mindenki. Nincs egyetlen egy olyan ember itt köztetek, akinek ugyanaz a története lenne, csak ugyanazzal az eszközzel oldotta meg. Más a Brigié, más a Billy Bokárpé, más az enyém, más az Iringói, más a Dóci Judit, és mindannyiótoké más. Ezt a másságot kell megmutatni. Ezért kell fölvállalni magadat. És ha te elmondod, hogy hát igen, én egy ez meg ez voltam, meg vagyok, meg akarom oldani a problémámat, így oldottam meg, így kezdtem hozzá a probléma megoldására. Tegnap bementem a webirodába, láttam, hogy működik a dolog. Azon gondolkozom, hogy hogy fogom fölábrédolni egy nagyobb csomagra, mert úgy látom, hogy a többiek is ezt csinálják. Hogyan tudok szilver lenni, hogyan tudok 3 szilverbe tenni magam alá, hogy asszisztánt legyek, hogyan nyílik ki egy nagyobb jövedelem, ugye a mélységi jutalék, hogyan lehet ezt egyre nagyobbá tenni, és erről a folyamatról folyamatosan írsz. Folyamatosan, annyira jó a magyar nyelv, csak használjátok. De ez mind a réspiachoz szól. Ez nem szól ahhoz, aki most le akar fogyni. Ez nem szól ahhoz, aki most, mit tudom én, mást akar. Mert ő másban van benne, nem fogja érteni. De egyet nagyon gyorsan megért, hogy te megoldottad a problémádat, és happy vagy. És hogyha e köré még építesz sztorikat, azokat a sztorikat, ami... hogy mi is lehetséges. Mert te elmondod, hogy te hogy oldod meg a problémákat, de mutatsz egy Dóci Juditot, mutatsz egy Szűcs Juditot, mutatsz egy Cudorbeát, mert mit tudom én, mutatsz olyan embereket, akik már megoldották a problémát. Nézzétek meg a Tóth Dani videóit, nézzétek meg a Kasza Szabijét, azokat az embereket, Nagy Zsuzsiét például, hogy oldotta meg a problémáját egy olyan hölgy, aki egy óvodába dolgozik. Hogyan valósította meg az álmát a kislány, mert ugye mindig mondom, hogy lehetek kisfiúk, meg kislányok. Hogyan ment vissza kislányba a Nagy Zsuzsink, hogyan álmodta meg azt, hogy ott fog állni a párizsi
Notre Dame előtt, meg a párizsi Eiffel-torony előtt, és hogy tette, megtörténté a dolgokat. Ezt meg tudod mutatni, mert van ilyen. Tudjátok, milyen érzés, amikor a Zsuzsi fölhívott engem is, és írja nekem, vagy nem hívott, hanem így írja nekem, hogy tudod, hol vagyok, Vili, tudod, hol vagyok, tudod, így izgatottan. Itt állok a Notre Dame előtt. Élem az álmaimat. Most is így kiráz a hideg, gyerek. Mert elhitte nekem a Zsuzsi azt, hogy itt ott állhat, és a párjával ott nézték a Notre Dame-ot. Nem tudom, voltatok-e már egy hatalmas, nagy monumentális épület. És nem a Notre Dame a lényeg itt, hanem, hogy el lehet élni. Ezeket a történeteket, annyi van, gyerekek, egymás történeteiből is vehettek, és elmondhatod azt, hogy figyú, elkezdte a csapat azt, hogy ő is megvalósítja az álmát, ő is, ő így csinálta meg az álom megvalósítást, ő meg így, neki ez volt a problémája, neki meg ez volt. Az eszköz pedig egy szilver volt. Hogy lehet a szilvert elérni? Hát úgy, hogy. És akkor hogy értük el? Hát így. És akkor ezt így elkezded így mondani a blogokba. És megtörténik a varázslat. Azt mondják, hogy én hozzád akarok csatlakozni. És akkor így hirtelen meg fogsz lepődni, és azt mondod, hogy hozzá, miért? Mert már régen figyellek. Figyelek már 3 hónapja. Te egy jó ember vagy. Azért akarok hozzád csatlakozni. Igen, nem érdekel. Más is ajánlottam már a Kairoszt. De én úgy látom, hogy te vagy az, aki majd meg tudja mutatni a következő lépéseket. Mert én nem csak egy csomagot akarok, én azt akarom, hogy sok-sok csomag használó legyen nálam. Azért csatlakozok hozzád. Na ezért érdemes megtanulni a kommunikációt, ezért érdemes a 3-as stratégiának minden lépését átnyálazni, mert itt nem csak arról szól a dolog, hogy te benne vagy a Kairosba, benne vagy a Pro Revelation-be, és benne vagy esetleg egy network marketing cégbe, egy másikba, ahonnan jöttél, és esetleg nem voltál sikeres, hanem az egész, ahogy megvan technikailag is összevarakva, meg szellemileg, főleg a szellemileg, vagy a kommunikációt tanulod meg, ez nézd meg ennek az erejét, vagy az, hogy most te benn vagy, és akkor mondja neked a szponzorod, hogy hívd össze a névlistádat. Hívjuk már fel a pozanyósodat, hát ha belép. De ezzel hasonlítsd ezt össze. És most arra buzdítalak benneteket, hogy hívjátok föl azokat a szponzorokat, vagy azokat a meghívókat, akik megmutatták neked ezt a videót, vagy most az élő prezentáción itt vagy, és beszélgessetek. Minél hamarabb állítsatok össze a 3-as stratégia oldalt, és induljatok el ebbe a kommunikációba. És végszóban csak annyit. Lehet, hogy van neked weboldalad. Lehet, hogy van neked valamilyen kommunikációs eszközöd. Lehet, hogy van még hírleveled is benne, meg elkapók, meg minden. De mit szólnál hozzá, azért is kapnál pénzt? Mert az egészet megmutatod valakinek, és ő belép a rendszerbe, mint ő felhasználó, és ezért is te kapnál pénzt. Ezt a sima WordPress oldalán fogad. Nem fogod téged fölhívni a WordPress, hogy jaj, de jó, hogy most te ajánlottál bennünket, most ezért kapsz pénzt. Nem fog fölhívni ezért. De itt ezért is kapsz pénzt. Ezt kell megérteni. És ez nem az MLM prostitúció, hanem ez egy komplet rendszer, amit tudsz használni. Most vagy használod, vagy nem. Én azokhoz a réspiacokhoz beszélek, akiknek ezek problémái voltak. Ezek, amiket én most felsoroltam nekik. És végre az úton akarnak haladni, azon az úton, amit mi már kijártunk, kiköveztünk, neked csak így sétálni kell utánad, és minden nap megkapod tőlem az inspirációt, és tényleg a végszó, nem húzom tovább, hogy neked, amikor már megvan a virtuális irodád, kommunikálsz benne folyamatosan, hogy mit, azt én megmondom itt reggel, mindig adok neked inspirációt, csak végig kell hallgatnod. Ha nem vagy itt reggel, akkor még este megnézed a barátok közt helyett, hidd el, hogy jobb lesz, tényleg barátok közt leszel, és akkor végig hallgatod, jó tudatállapotban vagy, mert mindenki alszik például, és akkor szépen fogod magad, lecsendesülsz, és elkezded hallgatni ezt a videót. Lejegyzeteled azt, amit így a tudatból följön, vagy tudat alattból följön, és utána nyomsz rögtön egy videót. Vagy este ott abban a tudatállapotban, vagy másnap reggel, mindegy mikor, csak tarts lépést minden egyes videóval, és ami följön, azt megcsinál, berakod, semmi más dolgod nincs, csak meghallgatni a videót, inspirációt kapni, lejegyzetelni, videót készíteni, berakni egy blogba, kiposztolni reggel meg este 2 különböző kattintatos képpel, és kész.
Ennyire nehéz ez. Nehéz ez. Úgyhogy hát ezt akartam nektek ma most gyorsan elmondani, mert egy jó kis feladatot kaptam, viszem ma a BMW-t egy kicsit így megtuningolni, úgyhogy Dani fiam alig várja, hogy este legyen, hogy most apa, mit tettünk megint bele. Úgyhogy ez a mai feladatom nekem. Még délelőtt meg tudtok keresni, mert lesz egy csomó regisztráció, meg elindítunk programot. Déltől körülbelül 4 óráig ezt a nemes feladatot fogom teljesíteni. Ez az életünk. Úgyhogy, és legközelebb reggel holnap találkozunk. 8:40-kor nyitom a szobát, 9-kor kezdünk, és hát a jó regisztrációt nektek. Éljétek az életeteket. Audio Jungle. Audio Jungle.